Südz Ila hazánk egyik legünnepeltebb komikája volt, állandó partnerével, Sztankai Istvánnal pedig rengetegszer játszottak szerelmeseket. A színész megözvegyült felesége nemrég lerántotta a leplet arról, mi is volt valójában István és a népszerű színésznő között. Álompárnak látta őket mindenki. Südz Ila és Sztankai István számos alkalommal alakítottak szerelmes párt, ráadásul olyan hitelesen, hogy a közönség könnyen hihette, a színfalak mögött is mély érzelmeket táplálnak egymás iránt. Több mint 500 alkalommal játszottak házaspárt a Jövőre, Veled, Ugyanitt című vígjátékban, amely 1978-ban került bemutatásra a Madách Színházban, de persze sok más színdarab jelzi még a kettősüket, sőt állandó szereplői voltak televíziós kabaré műsoroknak is. Izzott köztük a levegő a színpadon, a magánéletben pedig szoros baráti viszonyt ápoltak egymással, éppen ezért sokakban merült fel a kérdés, vajon a munkán kívül is egy párt alkottak-e Sztankai özvegye, Bedőkbe a mindig is tudta az igazságot, nemrég pedig megosztotta a tapasztalatait a nagyvilággal, részletek a galériában. Sztankai István 8 évvel ezelőtt, 78 évesen távozott az élők sorából. Hatalmas ÜRT hagyott maga után, elvesztése pedig feleségének, két gyermekének és unokájának fáj a legjobban. Rengeteg emlék és történet fűződik a nevéhez, ezeket az özvegye a szíve legmélyén őrzi, többek között azt is pontosan tudja, mi volt István és Ila között. Kattints a további képekért. 58 évesen vetett véget életének a magyar színésznő, akinek három férjét is el kellett temetnie, Südz Ila élete vége felé már komoly depresszióval küzdött, pedig szakmájában folyamatosan boldogságot sugárzott a színpadon. Halálának körülményeivel kapcsolatban a mai napig számos megoldatlan rejtély és ki nem bogozott szál van, hiszen nem tudni, hogy Ila tényleg önkezűleg vetette véget életének vagy baleset történt-e, annyi azonban bizonyos, hogy lelkileg egyáltalán nem volt jól, amikor 58 évesen utolérte őt a halál. Látfotó, Fortepan, Szalai Zoltán.